Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, itt Tamás és itt van velem Ábel. Sziasztok, én nem üdvözlök mindenkit. És itt vagyunk ismét a HL Esa Style-on. Na, srácok, hát egy ideje nem volt egy kis pély, fogalmazzunk úgy. Lényeg a lényeg, hogy nagyon sok minden bekerült. Amin én eldobtam, az agyam mutatom, perc, asher, limit. Egyrészt, ha indig ki lehet nyitni egy GTA 3 eset, de visszakerült a Summer Case, és ilyeneket lehet belőle nyitni. Mi a franc? Úgyhogy srácok, én amondó vagyok, hogy egyet most megveszünk, kipróbáljuk, hogy egyáltalán lehet most nyitni, mert nem tudom. Mert amúgy péntek van, lássuk, megvettem, nézzük, hogy lehet-e nyitni Summer Case. Nem tudom, hogy most ez hogy jött vissza, mert amúgy hát már nincs egy nyár, nem? Vagy technikailag a szeptember még a nyárhoz tartozik, nem? Na mindegy, lényegtelen. Lássuk. Ki lehet nyitni? És ugyanaz minden. A hang, animáció. Nézzük, hogy mik vannak benne. Aha. Ott a fülhallgató! Hát most kiítom valamiket, én kiégek. Ez miért durva, ennek így nyitnám az egyiket. Ú, ez a proci azért baszó lenne azért, nem mondom. Mondjuk ez lehet, hogy neked lenne jó. És... nyitunk egy... hát jó. Akkor is tartunk kicsit. De féljetek, hát ez elég baszó, szóval valaki akar nyerni a dolgokat, IRL cuccokat, de ezek azt itt meg lehet tenni most, úgyhogy hát hajrá. Bekült még egy újdonság, srácok, egy autódiagnosztika. Ezek kell hozzá venni valamilyen OBD kiolvasó cuccot hobbiboltba, és talán egy laptopoddal ki tudod olvasni az autódat. Lényegében hibakódokat, meg ilyenek. Úgyhogy ez is bekerült, ez is ugye szerelőknek, meg hát így neked is így szerintem garázsból összeg meg tudod csinálni, bár nem biztos. Gyertek fel, próbáljátok ki nyugodtan. Úgyhogy ez is bekerült, illetve egy csomó bugfix jött. Látjátok itt a changelogba. Akkor van egy ilyen új távirányítós kis autó, 15 000 pp-be kell, most nem fogom megvenni, de lényegében ugyanaz, mint a drón, csak egy ilyen kis távirányítós autót tudsz irányítani. Úgyhogy ez is nagyon kemény. Úgyhogy ja, fejeztük a szeróra, és még nem vagytok beregisztrálva az Esa Style-on. Ez fontos, hogy Hungry Life Esa Style-on működik. Írjátok be a kuponkódunkat BGAME, itt látjátok, és nagyobb kezdő vagyonnal kezdetek, illetve minket is támogattok vele. Egy szó, mint 100, mi rabolni akartunk. Azért jöttünk most fel, ugyanis van még nekünk C2-es robbanóanyagunk, itt láthatjátok, 3 darab, úgyhogy valószínűleg robbantani is fogunk ATM-eket, szóval szerintem Ábellal beszélünk itt erről, hát csak ketten vagyunk, úgyhogy vagy Ábel fog vezetni, vagy én, vagy meg kocsi az még kint rohad elvébe, ezt el kéne hozni akkor. Hát azért ki kell menni, hát helyivel. Menjünk ki az M5-tel, javítsuk meg, hozzuk ki, megbeszünk egy tervet, és akkor ATM-et fogunk robbantani, és utána talán még nyitunk Summer Case-t. Hát, ha nyitunk ki processzort, vagy valami. Akkor let's go. Na a srácok, közben megvan az M5, viszont eljöttem ide Palóba, még a rablás előtt. Ugyanis van nálam 35 millió piszkos pénz, és itt van az NPC, ahol lehet tárolni a piszkos pénzt, viszont nekünk eddig bugos volt. És nem tudom, hogy kijavították-e, changelogban nem láttam. Ugyanis ha idáig beraktunk ide pénzt, akkor másnapra eltűnt nekünk, bazd meg. Tehát ugye, hogy lenullázódott, és felszívódott. Ugye most megint leteszteljük, berakok mondjuk 1 milliót, 1-2, ha tudjátok, berakok most 5 milliót. 1-2-3-4-5-6. Beraktam 5 milliót, és vasárnap live-ba, este 7-től megnézzük, hogy itt lesz-e. Gyertek majd Twitch-en, és akkor együtt megnézzük, hogy megjavították-e már ezt. Vissza is jöttem a garázshoz, úgyhogy akkor megbeszélünk egy tervet, és akkor... hát robbantani fogunk, gyerekek. Robbantás lesz. 3 hours later. Na, srácok, megbeszéltük a tervet, fegyvereket kiosztottam, C2-es robbanóanyag nálam, akkor gyerünk. Ábel fog vezetni, én robbantok. Ha nagy a baj, lövünk, ha kicsi a baj, menekülünk, akkor let's go. Jó. Hát srácok, akkor irány elvé, keresünk egy fasz ATM-et, Ábel még útlevet kiváltja, mert ki le van járva. Asztálya, úgyhogy let's go. Jó, megjöttünk srácok. Ez lesz akkor. Kezdem. Jó, akkor gyerekek, robbanó anyag. Ez az ATM még nem rabolható. Akkor hogy ezt kifúrták. Akkor nem jó. Kövi. Akkor ez nem jó. Jó, ezt nézzük meg. Akkor robbantok. Oké, oké. Jó, oké, ha robbant... Oké, okay. Ó, 3 túlélte. Ha már egy túléli, akkor már pluszba vagyunk. Annyi.
Gyorsan szedjet. Rényszerem. Oké. Oké, fúrom is ki, vagy hát próbálom a GPS-t. Rip. És hopp az egyik. Már fúrom, az egyiket már fúrom. Hallom. Ez az... Menjél le. Jó, hát de látod is amúgy az RP vagy, elvileg. Hopp, 1,1 millió. Oké, akkor 1 perc 20 másodperc. A többi... Igen, ezért robbanagyag, srácok, mert a flexelés időt teljesen kiveszi, vagy kihagyja. Pedig már ott is ugye beri ezt a rendőröknek. És nem tudom, flexelés az mennyi, ez kb. 1 perc lehet a flexelés szerintem. Na, valahogy úgy. Úgyhogy kb. A GPS lejárata. Úgyhogy, ja, spórolunk. 20 sec, 20 másodperc. És féltek. Ne érezzék, hogy merre megyünk. Ah, mögöttünk. Mögöttünk? Igen. Nem kellett volna itt egy helyben járogatni. De még most lerázhatod, gyerünk, nyomjad. Igen. Jön valaki. Fúrom. Ja, de már fúrod, már izé van. Fúrok. Akkor. Nem tudom, miért ide felzem Zsák utca? Nem. Akkor jó. Oké. Okay. Remélem nem. 900 ezer az egyik. És úgy csak fúrom. Ide ez a Zsák utca. Kecsi. Gratulálok. Hát és... Bum. Megvan. Minden megvan. Aha. Ketten ülnek. Ketten vannak benne. Ha megállsz, tudom, hogy lőni kell. Geci, bazd meg! Már lőttek? Jól hallottam? Óvatosan, nem kell kapkodni. Tehát nem kell kapkodni. Nem tudom, mi legyen. Szerintem már ketten vannak. Már ketten vannak, Ábel. Ez már késő. Hát ezt nem úszuk meg akkor. Már ketten vannak, le kell, hogy rázzad. Kurva életbe. Na igen, srácok, most lesz az, hogy fölényben vannak. Idáig még 1v1 volt. De már valami Subaru. Bazzeg, egy Subaru. Egy, izé. Rendőr Subaru, vagy mi? Ó, gyerekek, már rendőr Subaru is van. Hát esség nincsen. Még amúgy egyelőre lerázod őket. Tehát nem érnek be. Gyorsabb az embet, gyorsabb most az embet. Gyorsabbak legyen. Gyorsabb, okosan kell amúgy. A Subaru, az egyik egy ember, a másik egy Subaru. Gyorsabbak vagyunk, én úgy látom. Egyenes szakaszon lehagyjuk őket. Igen, nagyon! Sokkal gyorsabbak vagyunk. Nem tudom, hogy pedig ugyanúgy ember az egyik. Hopp, a másik egy kicsit mit borult volna. Talán az egyik felborult. Nem. Aha, másik. Aha! Egyik ütközött. Most már csak a Subaru van rajtuk altosan. Hopp, a Subaru most... Ez nem is Subaru, mi ez? Vagy de? Mit jön ez? Getszó, nem tudom, hogy... De várj, ez rendőr! Ez nem hiszem, hogy ez rendőr. Nem is rendőr! Ez nem rendőr! Vagy rendőr? Nincs rajta villogó, meg semmi. Ez egy Camaro, Getszó! Nem Camaro, ez egy Subaru. Ez Subaru? Az egy Subaru-nak lész ki nekem. Mi a fó? De nem villog, meg nem mondott semmit. Nem tudom, hogy rendőr-e. De lehet, hogy rendőr. Nemzeti... Adó is rám jött, van rajtunk elvileg, azt szolgálják. De hát biztos, hogy rendben, most miért követné egy random? Őt az a főúton menj. Na igen, ezt kajak nem láttad. Kanyarodj a... Így. Menj. Jó, oké. Füstölünk Ábe. Füstölünk. Ez a baj, sérülünk nagyon. Lefulladt? Aha. Honnan? Többen vannak! Engem is, geci, nem tudtam annyit megölni, többen voltak már, pedig én megöltem egy egész kocsinyit. Hát ez nem sikerült akkor. A little later. Na, srácok, újraélettünk, viszont már egy szomorú hírem. Elvették a 34 milliót. Piszkos pénzt. Ugye, amit már rég kiraktunk volna, csak nem tudtuk, mert bugos. Szóval, hogyha nagyon akarnánk, most vissza tudnánk igényelni, de őszintén nem akarok ezzel vacakolni. Semmi kedve már időt áldozni. Raktunk be 5 milliót, vasárnap megnézzük, hogy bogos-e még. Én már szóltam Vikónak is, de ő nem tudott erről a hibáról. Nem tudom, hogy lesz ezzel valami, majd kiderül. Na, srácok, Ábel elment autóért. Eddig eljöttem kasszióba, hogy pörgessünk egyet.
ez is meglegyen, már itt vagyunk, lássuk. Nem tudom, mik vannak ezen, mindig elfelejtem, de ha már nyitunk egy, nem tudom, 505 vagy valami, akkor már fasza. És nyitunk egy... Mi a... Na jó, gyerekek, akkor én meg Józsdába, aztán nyitok egy ilyen vállalkozást, aztán szevasz. Na, srácok, visszajöttünk garázshoz. Féltek, én elmondó vagyok, hogy veszünk pár szemülőkészt, akkor mit szóltok ez? Úgy sem most rabolni megint, mert halottak vagyunk, vagy hát most értünk fel. Úgyhogy én elmondó vagyok, hogy ha már így visszajött ez a szemülőkész, meg mit tudom én, kinyitunk párat. Nem sokat, mert live-ba is nyitunk, de párat mondjuk veszek egy... Veszek most egy 2 darabot, aztán meglátjuk, hogy mik jönnek belőle. Lássuk. Ja, a placi a szél, bár mondjuk kurva kicsi esély van rá valószínűleg, de hát meg kell nyomulni. Ja, én most lehet, hogy kicsit bugolok. Ja, kicsit bugol nekem a szemérkész. Na mindegy, most ez ilyen lesz. Hopp, nyitunk egy. Ó, bazd meg. Jó, hát figyeljetek. Horgászbot, meg ilyenek. Ez, ja, nem túl jó eddig. JBF ülhagató, Stacey Sensei. Ú, ez a Stacey Sensei, ez nagyon jó lenne nekem. Nekem az nagyon kéne az egem, nincs normális egelem most. Nézzük a következőt. Még ez nagyon adom, hogy én ilyen cuccokat lehet jelni, ez nagyon kemény amúgy. És... á, megint szendvics. Hát ez... legalább ezt meg lehet enni. Hát ja, még veszünk egy 2 darabot, az pont 5000 pp. És akkor nem megyünk 40 alá. Így ne. Ja, ez így pont jó. És hát ja, írjátok a kuponkódunkat, meg akkor tudunk még ilyet nyitni. Még ez a proces sem, hogy így... Tehát át kell gondolni, mert ha megnyered ezt a procit, akkor ahhoz már enni kell alaplapot, venni kell memóriát, stb. Tehát ez nem csak nyersz egy procit, venni is kell utáni dolgokat. Még attól függ, hogy olyan alaplapot van pont már, meg ilyenek. Hopp, egy titkos kommunikátor. Fuck yeah. Annyi. És... nyitunk egy. Aj, ne már, ne már! Az egér mellett megáll, 1000 pp. Olyan belegább, ez csak 1500-as. Hát, rip. Na mindegy. Nagyon srácok, közben kiszofekli fejet, hát podlek és tarablást, pedig jó lett volna, itt most hárman vagyunk, több esélyünk lett volna, meg nyilván akkor jó vezetett volna. Lehet nem borultuk volna fel, hát ja. Úgyhogy gyerekek, hát ennyi az a kis videó már, az a kis betekintő. Jöttek fel, update-ek, gyertek fel, nézzétek meg, próbáljátok ki, próbáljátok meg nyerni a procit, egeret, mindent. Úgyhogy, ja, jó szórakozás nektek, és köszi, hogyha feliratkoztok, illetve lájkoljátok a videót. Szevasztok! Lájkot rá! Sziasztok!